Iharos legfőbb természeti kincse a messze földön híres szelíd gesztenye, az évek alatt nagyszabású fesztivál szerveződött. A rendezvény középpontjában a helyi értékek őrzése és a közösségek összekovácsolása áll. Láthatnak az ide látogatók vadászati és trófea kiállítást, dísz, madár és kisállat bemutatót, mezőgazdasági termék és termény kézműves vásárt, a gyermekeknek és próbálunk programokat biztosítani. Légvár, körhinta, pónilovaglás várja arcfestéssel a kicsiket. A gesztenye Fesztiválon természetesen főzőverseny is lesz, amelyen a mikrotérség közösségei mutathatják meg ki a főnök a konyhában. Null A gesztenye napnak immár hagyományos része az Inkei Gásper vívó verseny. A buhurt az Iharos Berényben kastélyt építető inkei családnak állít emléket. Idén már 68, köztük 23 külföldi nevezőt regisztráltak. Ők autentikus módon középkori páncélt viselve versenyeznek egymással. A különböző kategóriák a csoportos harc, tehát három ember három ellen fog vívni, a pajs-kart kategória, az alabárt kategória, és van egy úgymond kezdőknek való kategória, ez a puha fegyveres harc, ebben női indulók is lesznek, tehát külön női és férfi kategória nyilván. A 16. Berényi Gesztenye Fesztivál október 6-án szombaton lesz. A változatos kísérő programok mellett helyi fellépők, a nagykanizsai fúvós zenekar, valamint az irigy hónajmirigy gondoskodik a hangulatról.